Hé, te! Miért fogsz most jönni a hátad? Most! Különben ez a pók! Este, kimászik az ágyad alól! És... utána pedig megyelsz! Na hát, sziasztok, én Túlszajd vagyok, és a mai napon ismételten elhoztam egy történetet egy kutyáról, akit látszólag eltemettek, mivel elhunyt, viszont másnap reggel az ajtó előtt állt, majd mindenkit lenyűgözött. Hogyha esetleg új vagy a csatornán, akkor iratkozz fel és nyomd be a csengőt, hogyha pedig ezzel meg vagy, kommentbe írd azt, hogy feliratkoztam, és megpróbálok annyien kommentre válaszolni, amennyire is csak képes vagyok. Ha pedig szeretnél támogatni, azt meg tudod azzal tenni, hogy belájkolod ezt a videót és megosztod a barátaiddal, kezdjünk bele. Az egész ott kezdődött, hogy egy családnak volt egy kutyája, akit nagyon szerettek, rendesen gondoztak, tanították, törődtek vele, egyszerűen a kutya nem panaszkodhatott. Egy októberi napon teljesen felborult a család élete. Az apa vigyázott egy délután a gyerekekre, mivel az anyának dolga volt a munkahelyén, ezzel nem is volt probléma, az apa nagyon jól el volt a gyerekekkel, sőt, méghozzá annyira, hogy nem vette azt észre, hogy a bejárati kapu nyitva volt, és a kutya kiszökött. Egészen 1-2 óráig észre sem vette, amikor feltűnnek. Azonnal pánikolva kirohant, majd keresni kezdte a kutyát, Maxet. Kiabálta a nevét, mindenhol körülnézett, de sehol sem találta. Majd minthogyha egy csattanást hallott volna. A férfinak a szíve egyre erősebben dobogni kezdett, és egyből arra gondolt, igen arra. Csak reménykedni tudott, hogy nem a kutyát csapták el, de sajnos amikor odaért a hanghoz, kiderült, hogy egy szerencsétlen véletlen folytán a kutyát elütötték. Egy feljárónál találta meg, egy autó előtt. Próbálta megállapítani, hogy jól van-e, még életben-e van, de látszólag még pár másodpercig lihegett, aztán azt is abba hagyta. A férfi kénytelen volt beletörölni, bármilyen nehéz is volt, nem sokkal később a kutyát megragadta, és a saját kertjük hátuljában szerette volna eltemetni, mivel úgy gondolta, hogy ott lesz a legjobb helye, mint családtag, és még közel is lesz hozzájuk. A család még ekkor semmit sem tudott, a férfi nem merte elmondani senkinek, mivel tudta, hogy mindenki imádta ezt a kutyát, még a saját feleségének sem mondta el, egészen még pár órán át, amikor is kínos csend volt az ebédnél, és látszott rajta, hogy rosszul érzi magát. Majd elmondta egyenesen, hogy mi történt, és egyszerűen nem hitték el. Nagyon elszomorodtak, mivel persze egy ilyen eset egyértelműen megrázó, a gyerekek ragaszkodtak ahhoz, hogy mutassa meg a kutya sírját, így is tett. Kimentek, majd rögtönzött tartást tartottak, és mindenki elbúcsúzott a kutyától. Utána nem sokkal később elmentek lefeküdni. A férfi hajnali 5-kor fura zajokra ébredt fel, kaparást hallott. Majd elindult az ajtóhoz, és nem hitt a szemének, de a kutyájuk volt az. Azonnal felkeltett mindenkit, és nem akarták elhinni, de tényleg ott volt. Azt hitte, hogy éppen ezt elmondja. Egyből arra gondolt, hogy akkor biztosan nem őt temett el, hanem egy másik kutyát. Megvárták a nappalt, majd kimentek megnézni a sírt, ami fel volt dúlva. Ebből lehet következtetni, hogy az autó tényleg elütötte, de mivel a feljáron történt, szerencsére nem szenvedett halált, és amikor pedig elásta, valószínűleg eszméletén kívül feküdt, a lyuk pedig nem volt annyira mély, és ahogy a szertartást befejezték, kiásta magát, esteként játszott, és reggel, amikor pedig éhes lett, beszeretett volna menni a családhoz, ezért is kaparta az ajtót. A család ezt a magyarázatot állította, saját véleményem szerint ez ténylegesen egy csodának mondható, már csak az, hogy amikor felébredt, kiásta magát, és képes volt mindezt túlélni. Kommentbe írd le, hogy te is erre számítottál, vagy akár teljesen másra. A sztorinak itt lett vége, hogy ha élvezted, akkor mindenféleképpen nyomj lájkot és kommentbe írd meg. Folytatását pedig iratkozz fel és nyomd be a csengőt, találkozunk a következő videóban, sziasztok!